A mai estén, ahogy hirdettük, az idei első forró könyvek alkalma lesz ez. Tavaly ötöt is csináltunk Úrik atyával, azt akkor az EVTN televízión keresztül a stúdióban beszélgettünk a pandémia alatt, és most egy másik is tervben van, majd június elején lesz a Big Data-ról egy következő alkalom, találkozó. Most tehát ennek a két embernek, a Diamandis és Kotlernek a könyve, a legújabb könyve. Ugye ők írtak több ilyen bestsellert, és a legutolsó ez, amiről hát egy pár bevezető szót olvashatott mindenki, a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, vagy már talán itt is van, és hát mindenféle szép hangzatos, de nagyon valóságos mondat járja körül a könyvek ennek a könyvnek is a bemutatóját. Én Ulrich atya nem azt választotta a találkozónk címéül, ami a könyvnek a címe, tehát hogy a jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, hanem hogy egy kicsit, hogy közelebb hozza, hogy nyakon csíp minket a jövő, nyakunkon a jövő. Hát akkor én el is kezdem, olyan szép menetrendet találtunk ki. Az első kérdésben úgy egyeztünk meg, hogy a könyv címe egyfajta futurológiai bemutatót ígér. Azzal a csalival, hogy nem kell évekig várni, hogy a szerzők látomása megvalósuljon, hisz már nyakig benne vagyunk, csak még tágulni fog az újítások tere, és gyorsulni az ideje. És egy ilyen költői kérdés, hogy jól látom-e? Szerintem jól. Ugye gyerekkoromban kedvenc íróm volt Verne Gyula, vagy a Jules Verne, magyarul lefordítottuk szépen Verne Gyulának. És lenyűgözött, persze akkor már az ő utópia nem volt utópia, mert a legtöbb találmány, amit leír a könyveiben, azok akkor már megvalósultak. Hát a Holdon még akkor nem voltunk, ezt megértem, illetve egyik legnagyobb napja volt, hogy édesanyám, hogy néztük a tévét. És így mindig elgondolkoztam, hogy hogyan tudta ez az ember nem egy vagy két dolgot, hanem egy széles palettáját, kategóriáit, ami lesz, megjósolni. És most megváltozott a helyzet, mert az utóbbi évtizedekben ostomoltak minket ilyen science fiction felől, ami regényes, és futurológiai tanulmányok másfelől, meg egy része ilyen tudományos volt, más része újságírós, de mind azt mondta, hogy a közeljövőt bemutatja. És azért kell közeljövőt mutatni, mert nagyon gyorsan megvalósultak ezeket, amiket jósoltak. Gyorsabban, mint ők gondolták. És az első, akik ezt ki is mondták, hát ez a páros volt, hogy mondták, hogy hát ők is meg voltak lepődve a gyorsaságtól. És ma inkább a csalódás van, például sokan várják, hogy mikor valósul meg az ígéret, hogy felmegyünk a Marsra. Mert olyan jól ment ez a felsétálás a Holdra, hogy most már azt hiszem, hogy most már gyerekjáték. Pedig óriási technológiai vívmányok ezek, csak mi nagyon megszoktuk, hogy minden úgy megy, akarik a csapás. Szóval ma manapság mérgelődik a science fiction olvasó, hogy hát miért nincs még annyira? És akkor azt mondja ez a Diamandis és Kotler, hogy ez csak látszalagos lemaradás, valójában hihetetlen gyorsan közeledünk a célhoz. Csak az van, hogy ennek az egész változásnak a lényege, amit a konvergenciának nevez, vagyis hogy több átütő, fontosságú és méretű és hatású változás egyszerre lép föl, de nem csak egyidejűleg, hanem egymás kölcsönösen erősíti. És hogy ez az igazi újdonság, hogy egymást erősítik és kölcsönösen gyógyítsák. És ezt nevezik ők, és akkor a másik tulajdonság az egy exponenciális növekedés. Tehát lassan indul be, de egyszer elint beindult, akkor megállíthatatlan. Hát most én elfogadnám a hipotézist. Tudnál néhány példát mondani ezekre, amiről most beszéltél konkrétan? Igen, csak egy pár kiválasztottam, mert oldalakon keresztül az első rész a könyvnek erről szól, és amiket mondok, azokat ismerős témák, repülőautók, önvezető autók, a 3D nyomtatás, aztán a Hyperloop, ami ugye azt jelenti, hogy például Punából, Indiában, Mumbaiba 26 perc felett jut el, tehát egy kontinens utat megtesz.
sőt, mi több rakéták Los Angelesbe, Sydneybe 30 perc alatt repülnek. Na most, ami közös ezekben a történetben, amit látjuk, az a sebesség. De van egy érdekes tétel, aminek én legjobban megfogott az egész közül, nem az esnikai üdvösségben, hogy az ember újságban állna olvassa, legfeljebb most közelebb jutunk a megvalósításhoz. Ami engem nagyon meglepett, az, hogy kimondnak egy ilyen gazdasági, technológiai törvényt, a gyorsuló megtérülés törvénye, ami azt mondja, hogy törvényszerűen, ez a fontos benne, hogy törvényszerűen, tehát nem véletlenül összejön, vagy nem is ember akart kérdésem, hanem így kell lennie, nem is lehet másképp, hogy a jövedelmezőség és a hatékonyság folyamatosan és felgyorsultan növekszik. Hát ezért, még hogyha ezt halljuk is a médiában egy részletenként, amikor elénk tárulják a részleteket, akkor azért kicsit megrémülünk. Tehát van bennünk egy lelkesedés, de ahogy legtöbbünkben gondolom, én benne megvan. Nekem tetszenek ezek a technikai újítások. De ugyanakkor egy aggodás is. Az aggodalmi fő oka az, hogy nem tudjuk magunkat személyesen elképzelni. Amikor a szomszédról van szó, hogy az asztal alatt a fönnmegy, hogy hát menjen. De mikor nekem kell beülni egy járműbe, ami a holdon fog megállni, és vissza tudok-e jönni, tehát azok ilyenkor aztán az emberbe egzisztenciális félelmek. Te beülnél egy ilyen járműben? Hát én azt mondanám, hogy nem sok értelme van, mert ugye figyelembe véve a relativitás törvényét, ugye, ami a Földön pár év után egy pár nap, most nem a Holdról van szó, távolabbi csillagokból, és semmi kedven nincs még körülbenni, hogy amikor visszatérek, akkor a legtöbb barátaimban mind nem élnek. Ebben semmi fantáziát nem lehet. És egyébként a kor és az idő, ennek az egész történetnek, nem is tudom, regénynek, vagy minek nevezem, úgyhogy van egy jó szó, a Sachbuch. Non-fikció. De nem tudom, jó, nekem nem tetszik ez a non-fikció szó, de a lényeg az, hogy nem, nehéz megfogni ezeket a könyveket, mert egyszerre szól az ismeretlenről és a nagyon ismertről. De mindig egzisztenciálisan érint minket, és a könyvben az az izgalmas, hogy ezt az egzisztenciális érintettséget fogja meg legjobban. De a fő és a könyvnek rejtve az az idő. De majd erre visszatérünk később, gondolom. Itt javaslott, hogy ezen a ponton jó lenne egy kicsit a sebességre gondolni. Megnéztem néhány videót, az interneten lehet látni róluk, vagy velük beszélgetéseket, és párosan is, meg külön-külön is. Ugye nagyon erős egyéniség a Diamandis, és a másik sokkal csendesebb, úgy de nagyon eredeti, nagyon jó ötletei vannak. És ez a Diamandis nagyon beszélt arról, hogy kiskorától kezdve teljesen megszállottja volt a sebességnek. És akkor hát adódik a kérdés, hogy tulajdonképpen itt a sebességről szól minden? Én azt gondolom, hogy az amerikai civilizációnak ez egy két jellemzője van, legalábbis amit én látok. Egyik az, hogy a mindent felső fokban akarnak. Tehát a legnagyobb épület, a legnagyobb tó, a legnagyobb csatorna, és akkor nem értem. És persze a leggyorsabb autó, de hogy ez a vonása az egész nyugati civilizációt belérve már Kínát, meg Japán, meg stb. Is jellemző, hogy tehát beleszédültünk a sebességbe. Csak akkor ért minket kellemetlen, amikor az életünkre is vonatkozik. Tehát nem arra, hogy milyen gyorsan jutok el Párizsban, mint a Concorde-dal. Csak akkor néhány józan ember megemlített, hogy van ennek értelme? Én ugye úgy jutottam meg fel a Concorde-ra, hogy a Tadlepidus francia márkát bevezettük az amerikai piacon, és akkor a Monsieur Lapidus el kell kísérnem, és hát ő persze csak is, hát más nem. Hát olyan csalódás volt, mint egy luxus buszba ülni, tehát egy kicsit elegánsabb, de egy buszon ültél. És a Ted Lapidusnak a kisfiam 10 éves volt, az még pláne csalódott volt. Tehát valami egészen csodálatosabb rá. Na hát igen. Itt a megatrendekről akarsz néhány dolgot mondani, azt jelezted. Igen. Hát volt egy irányzat, ami most, nem hallgatom, a John Nesbitt volt a legnagyobb képviselője, azt a futurológiának az a ága, ami a trendekkel foglalkozott. Ennek az a történet, hogy a második világháborúban a kémelhárítás, ugye a két legfőbb területe, persze a náci Németország és a Szovjetunió volt, egyikbe se lehetett riportokat küldeni, vagy
Tehát rendőrállamok voltak, ahol külföldieket letartóztatták az utcából. És kitalálták azt, hogy a vidéki lapokat ellenzik, mert hogy ott nem figyel annyira a hatalom. És így például összeállították, hogy a német hadsereg valóban mennyi a valós emberveszteséggel. Hogy megnézték a kis, legkisebb 10 fős pároskában, hogy halotti jelentések, és összeadták egész egyszerűen. Na ezzel a módszerrel, de ez még nem big data, hanem ez small data, egy szabad legközelebb könyvbe utalnom, tehát összekapargatták az adatokat, és ebből trendeket olvasták. És az érdekes, hogy olyan trendek, ami manapság magát értetődő, mint például a globalizáció, az akkor szenzáció, mondta, hogy ezt 20-20 évvel előre megmondták. Na most a Diamond is meg ez a könyvben nem úgy egész ugyanaz, mert egyrészt fölgyorsult nagyon a fölgyorsult a változás, másrészt pedig ők kimondottan csak a technológiára koncentrálnak. Ez az egyik kritikám, amit meg később mi kifejtünk közös erővel, ha megengedett. Na most a megatrendek közül itt 3-at említenek, ők nem használják a megatrend kifejezést, én használom, mert ez egy szakkifejezés szerintem. Demonetizált, demonetizáció, dematerializáció és demokratizáció. Borzalmas, bárbár szavak ezek. De mindig azok ez egy de, vagyis hogy az ellenkezője. Tehát a pénzalapú társadalom lesz pénznyiki társadalom, a anyagias társadalom lesz nem anyagias társadalom, és akkor nem tudom, milyen demokrácia, de mindegy. Szemoki, francia, azt mondja, hogy kinevetjük. Na most a demonetizáció azt jelenti, hogy én mi úgy tanultam a közgazdaságban, hogy vannak javak, amelyek ingyenesek, mint a levegő meg a víz, kisebb tőle, hogy egyébként nem ingyenesek. De egyébként mindenek megvan az ára. És ez ugye, ez a mindenek megvan az ára, vagy ez a modern reneszánsz után, de főleg a kartéziánus korszakban lett, mindent számokba fejeztek ki, és mindent pénzbe. Az amerikai kultúrában még inkább így van. Most az a helyzet, hogy ha valami majdnem ingyen van, sőt ingyen van, akkor már nincs pénz. És az energia, amiről még emlékszem, 10-20 évvel ezelőtt itt jajgatott a klubot, hogy nem lesz elég szén, senkit nem érdekel már, legalábbis ezek a szerzők azt mondják, hogy ugye uraim, ez már megvan oda, csak hogy nem valósítottuk meg technikailag, például ha telerakjuk Szaharát izékkel, napelemekkel, akkor tehát az elvük az, hogy mutatják a trendeket, hogy az energia tényleg szinte ingyenes lesz. Ha nincs ára, akkor nincs értéke sem. Na a másik, és azért izgalmas ez, mert jelenleg egy terméknek legyen az egy telefon, vagy egy könyv. Az árában az energia egyik legnagyobb tényező. Ha ez megszűnik, akkor minden olcsóbb lesz. És ebben ők egy lavinaszerű fejlődést látnak, hogy azt mondják, hogy egyre kevesebb haszna lesz a pénznek. A másik az anyagtalanítás, ami régebben készülékek kellettek, több háztartásban megintem, stb. Az majd egy applikáció a telefonodon. Mert telefon manapság úgy kísér az embereket, mint mit tudom, nem is. Régebben is volt megfelelője a vándornak kellett egy bot, mondjuk. De aki nem vándorolt, hanem még bot se kellett. Tehát ez az anyagtalanítás. És régebben egy ilyen kütyű, ha így mondják, hatalmas eszekbe került, csak a gazdagok engedtek meg maguknak, de most az is gyakorlatilag ingyenes. Afrikában ugye osztogatják ingyen kütyüket, mert rájöttek, hogy ez egy nagy üzlet, mert attól kezdve elkezdik átutalni akár csak 2-3-4 dolláros tételeket, az ottani gazdaságban az hatalmas boomot okozott. Ezek a minimális összegek. És a harmadik nagy trend, hogy mindenki számára elérhető. De tulajdonképpen a felsőbb tízezeknek a privilégiumai szemünk láttára elfogynak. És persze az egész marketing, hát én emlékszem, marketing mindig arra épült, hogy az új terméket először jó drága eladjuk a sznoboknak, és akkor végén csökkentjük az árat, hogy minél több, nagyobb tömegek vegyék meg. Hát most a kezdet első pillanattól fogva a tömegek elérhetők. Mert egy programot föltesz a Jeff Boss, vagy nem tudom kicsoda a világ hálóra, az abban a pillanatban mindenki számára elérhető válik, Indonéziát a kezdve Alaszkáig.
Főleg, ha meg tudja fizetni. Mondtad, hogy az elit így egy kicsit hoppon marad. Ugye, miben elit? Hogy miben jelenik meg az, hogy erősebb fenevad a földön, vagy hogy többet tud, nagyobb ragadozó, mint a többi. Már bocsánat, hogy ilyen szavakat mondok, de de úgy gondoltad, hogy ölvetett kézzel várja az elit mindezt, hogy... Hát ez egy kérdőjelet tettem. Igen. Én úgy gondolom, és egy pár barát, akikkel szoktam ilyesmikről beszélgetni, és úgy gondoljuk, hogy hát az elitnek a hatalma nagyon komolyan veszélyeztetve van. Tehát nem úgy, mint régebben az anarchisták által, hanem az rendszer maga veszélyezteti a hatalmukat, amit ők hoztak létre, és aminek ő a haszonélvezői. És most az a pont, probléma, a könyvben azt látom, hogy Diamond is Kotler, maguk is a technikai és tudományos elit tagja, sőt, hát milliárdosok, milliómosok minimum. Tehát ők az elit elitje, és ezért egy kicsit vakok, mint általában az elit, a kérdés szociológiai és politológiai vonzatával szemben. Nem foglalkoznak vele. Tehát míg a Naismith annak idején még a társadalmi hatásokat vizsgálta a technológián, meg itt most semmit. Belelkesednek, hogy menjünk a Holdra, meg a Marsra, meg nem tudom még hova még, és persze iszonyú sebességgel, de hogy ez miért jó, és kinek nem, ezt el nem vizsgálódnak. Azt viszont mutatják, hogy nagy lelkesen, hogy az egyik ellenvetés az volt még olyan 10-20 vagy 30 éve ezelőtt, hogy hát ki fogja ezt fizetni. Mostanában furcsa módon a pénz is ingyen van. A federal system, ugye, az amerikai Fed, az ontja a pénzt, és semmiféle fedezete nincsen, és ugyanakkor pedig, ha te egy startup vagy, hát 30-40 éve ezelőtt összeszedni az alaptőkét, az egész családot meg kellett mozgatni, egy jópolgári családban, a nagybácsi, mindenki beszállt. Tehát így volt még a, mit tudom, a vasgép feltalálódtak, ez az autó feltaláló, igaz? A 19-20. Század iparosokra egy volt. De ma nem. Felhasz egy apu jutatás az interneten, nem kerül semmibe, mert úgy is van neked interneted, és egy pár órán belül több millió dollár összejön. Ez. Persze, hogy kicsit megszédülnek Diamond Disney-sét, és azt gondolják, hogy ez általános. Hát én küzdködtem az, hogy hozzá egy tőkét, tudom, hogy nem ilyen egyszer. A tőkés helyzet az így, hogy tőke kell hozzá. De ők megvannak győződve, vagy nem. És ez az ő elméletünknek a sarokköve, ha az nem igaz, akkor többi se igazán igaz. De ők megvannak ilyen a győződve, és azt kell mondani, hogy eléggé határozottan és eléggé ügyesen érvelnek mellette. Tehát pillanatnyig el is fogadhatjuk, mint tézist. És azt mondják, hogy minél több a pénz, annál gyorsan haladunk. Ez a másik alapelvük, hogy azáltal, hogy rengeteg tőke szabad, ez beáramlik sokkal gyorsabban az újításra, mint régebben. Tehát régebben évtizedek kellett egy újításra, nem csak az emberek, hogy mondják, konzervatív hajlama miatt, hanem azért, mert nem volt rá elég tőke. Most azt mondják, hogy korlátlanul van. Ez nagyon elgondolkodható, hogy a kutatáshoz szükséges tőke például a legdrágább dolog a modern társadalomban, nem csak, hogy van elég, de exponenciálisan nő. Ami azt jelenti, hogy ezáltal a találmányok felfedezési sebessége és a találmány ütőreje is nő. Tehát de végig a könyvben ez mutat, tehát hogy napról napra jobban kezdett szédülni, hogy így is megy, ez hova vezet minket. De legalábbis én így voltam vele, hogy hát ez mind igaz, az egyfelől fantasztikus, másfelől pedig. És te úgy elhiszed, hogy ez így mindig igaz? A semmiben nem lehet valamit teremteni, ezt csak Isten tudja, és ezt a modern tudósok, kapitalisták, meg újságírók elfelejtik. Csak én gondolok ugye azokra, akik állandóan nézik, a hónap végén van-e még pénzük, hogy kikor lakoltatják ki őket, és akkor ezzel a meseszerűen igen. Hangzik ez az egész. De majd mindenki gyűjtse a kérdéseit, majd igen, ez megyünk igaz, ezen az agendádon. Erre ők nem térnek ki, most mondtál. Tehát mi lesz a szegényekkel? Szegények nem lesznek, megszűnnek. Nem mondják itt ide. Lényegében ezt gondolják. Már meghalnak, azért szűnnek meg, vagy pedig mindenki gazdag lesz.
Nem, hanem meggazdagodnak. Elég egy telefon hozzá. Egy érdekes volt az egyik interjúban, amit a Diamandis mondott ezzel kapcsolatban, hogy ugye Amerikában él, az amerikai társadalomban, hogy hol van a szegénység határ meghúzva, és akkor elkezd alá menni, és azt mondja, hogy ma az amerikai, akik a szegénység kategóriájában vannak, azok, amit az előbb te is mondtál, hogy mit tudom én, 50-100 évvel ezelőtt nem ismertek volna álmodni a leggazdagabb emberek sem azokról a lehetőségekről, amikkel ezek az emberek élnek. Tehát mondjuk nagyon sok fontos megközelítés is, hogy van. De menjünk akkor tovább, kérdezzek, vagy mondod magadtól? Nem, én ülök a kérdezem, akkor már elszabadulok, és ezek máson mesélni. Annyit tudnék mesélni, ez a könyv engem elég feldobott. Az mindig nagyon jó, amikor elszabadulsz, és elkezdesz mesélni. Szóval a következő megállapodott kérdés, hogy szóval a tőkés rendszer mégsem lesz tőke nélküli rendszer, azaz kapitalizmus? Hát azt, én nem tudom azt elképzelni, akkor már nem tőkés rendszer, az a definíció, nem? De hogy amikor azt mondják, hogy a tudást teszik a helyébe, hogy ez egy elterjedt ilyen szociológusok között divatos. Hát egy szociológia professzor eltér ezt hiszi, megértem. Mert ő nála minden az egyenletei körül forog. De aki földet művel, vagy exportál, vagy importál, vagy energiával, tehát bármilyen anyagi dologgal, akkor dematerializáció ide, dematerializáció oda, egyebek között az pénz kell. És ezt valahogy meg kell termelni. És ez rendben van, most a Covid idején például a kormány besegíti a kis vállalkozásokat, de ez egy keynesiánus, nagyon okos lépés, de ez nem oldja meg az alapkérdés, hogy végtelen növekvés, és ha lehetséges volna is, végtelen pénzforrást feltételező, az azért nem megy, mert a pénz valahonnan jön. Általában előzőleg termelésből, előzőleg üzletből. Tehát valami létrehoz ezt a pénzt. És amit a Fed művel, az szerintem önállítás. Tehát én nem vagyok meggyőződve, hogy megszűnik a kapitalizmus, de talán a tőkének a jelenlegi túlsúlya a döntésekben visszaszorul, mert kevesebb tőkével is nagyobb eredményt lehet elérni. Tehát ez az ő törvényük, amit itt kimondanak, ha igaz, akkor az a hatalmi erőviszonyokat a tőkepiacon belül meg fogja változtatni. Mi az a dotcom buborék? Dotcom? Hát nekem eszemült erről az egész fantáziálásról, hogy volt egyszer már ilyen, nem is olyan régen, még legtöbben megérték, hát mondjuk az egész fiatalok nem, hogy akkor is elszabadult a tőkepiac összekötetésben az új internettel, hogy valakinek volt egy ötlete, föltette az ötletet, és másnap kapott 100 millió dollárokat, de nem volt semmilyen termelési kapacitása, se technikai megoldása, se megfelelő mérnöke is tervező, semmilyen nem volt, csak ötlete volt. És valamikor ennek ki kellett pukkadnia. Az én drága jó barátom, Záboly Péter mindig lelkesedett, hogy klik, stat, brik, és szójáték, hogy a tégla helyett, hanem a gyár épületek téglája helyett egy klikkelés. Én mondtam neki, Péter, ne legyél már olyan naív, hogy a Siemens már csak egy izébe fog állni egy kattintásból. Annak mindig is lesznek, és emlékeztetem arra, amikor volt a német márka reformja a háború után, akkor mindenki 100 márka alaptőkét kapott, de Krupp mégis gazdagabb volt, mint a munkása. Voltak neki gyárai, telkei és reális dolgai. És ez a dematerializáció, amivel érzek, ez az emberek fejébe biztos, hogy lezajlik. Nagy mértékben. És ezért burjánzik a tőke, a tőzsde teljesen esztelen módon. Ennek megiszik előbb-utóbb a levét, az nagyon sajnálom. Írsz arról ugye, hogy nagy közhely a digitalizáció, robotizáció, a mesterséges intelligencia, hogy ez mekkora tömeges munkanélküliséget okoz. Kitérnél egy kicsit erre a kérdéskörre? Hát ők nem nagyon térnek ki, de megmondják, hogy igen, van ilyen, de nem probléma, mert is hoznak példákat, mert még itt más könyvekben is olvastam, hogy hát megszűnő állások helyette új állások jönnek. És ez tényleg van ilyen. Hát látjuk, az előtt láttál, hogy olyan állásokat hirdetnek meg, ami nem is létezett, a fogalom sem létezett 10 évvel ezelőtt.
Csak ugye az a helyzet, hogy egy demográfia kérdés, hogy ez nem ugyanaz a mennyiségi. Egy minőségben sokkal magasabb képzési létet, tehát ő éppen az egyetem az a minimum. Manapság mi az, hogy segédmunkás? Miben segít? Az el tudják végezni a robotok. Tehát itt van egy átalakulás, ami nagyon mélyre nyújtó, és az ilyen típusú munkanélküliséget csak úgy lehet felszámolni, pontosan nem is felszámolni, mert felszámolni nem lehet, de megelőzni, hogy a továbbképzést előbb végzem, mint hogy valaki munkanélkül lesz. Én azt láttam, hogy például édesapám esetében is, hogy a munkanélküli főleg egy bizonyos koron felül, tehát 20-30 éves korig az nem probléma, majd találok valamit, de akkor várok egy évet. De amikor már 50-en felül vagy, vagy pláne 60-an felül, tehát a nyugdíjhatár közül, akkor egy állást nem kapsz, és az, hogy vállalkozó legyen, mert nem vagy elég rugalmas. Ez a legtöbb ember tudata van ennek. Valaki azért van muszáj vállalkozó, tehát ez nem igazi vállalkozó. Vállalkozó, aki kockázatot vállal, és ez tudatosan teszi. Remény éppen annak, hogy jól fog menni neki. Hát én ebben az egyébként látom a problémát, hogy szép, amiket mondanak, és ez nem csak ők írják, de én nem hiszem. Tehát igenis kell átfogó reformja az oktatás ügynek például, hogy tanítsunk olyan szakmákat, amik jelenleg nincsen, de nem kézművesség szintjén, hanem gondolkodás szintjén. Hát én körülnézek például 20 évesek körében, akiket egy interjúvolok mondjuk, benne élnek nyakik, abszolút nincsenek tudatában annak, hogy milyen változások lesznek. Pedig az ő életükben lesz. Igaz, hogy annak sincsenek tudatában, amit a szülők megértek, mert azt nem ölték érték meg. A szülők meg azért nincsenek tudatában, mert összekeveredett a dolog a háborúval, meg a hidegháborúval, és ez a normális időzőben, tehát békebeli fejlődés, hát béke a világtörténelem általában kisebb szavakaszok voltak. 70 év béke az nagyon sok, egy csomó dolgot eltanultunk, ami hogy kell túlélni. Na most, de ebben nem akarom belemenni, ez izgalmas téma viszont. Utasítettél egy kicsit a demográfiával kapcsolatban adatokat a város, az urbanizációval kapcsolatban. Ezek érdekesek lehetnek talán röviden, és aztán, hogy ez hogyan befolyásolja az emberiség hely, vagy ezt a... Hát a két szerző szerint nagyon is. Hát ez nem egy mellékes szál, csak hogy tegyünk még adatot hozzá az írásomhoz. Hát ők ebben látják a legnagyobb változást. Tehát ami nem technológiai változás, a legnagyobb változás az a urbanizáció lesz. Ezt hallottuk már, én már a gidősnakomban is hallottam Galambos Pátertől, hogy egyre több lesz a város, és a falu visszahúzódik, stb. És már akkor is igaz volt, de nem érte át úgy az ember egzisztenciálisan, mert úgy folyamatosan történt, és nem volt igazán látványos. De most hirtelen itt is van a felgyorsulás effektusa. Főleg az, hogy a méretben is megnőtt a dolog, mert nagyváros volt még 100 000 lakossal egy város 100 év ezelőtt, most még falunak se illik bele. Viszont a hipervárosok több mint 20 millió emberrel, hát jelenleg Ázsiában 10-11 van, a becsések szerint 20-30 minimum lesz, és lehet, hogy több is. Ha nem állítja meg valami fejlődés, látjuk, hogy a Covid például nem állította meg. Én még azt sem hiszem, hogy a háború megállítaná. Mert a mezőgazdaságnak egy ideje, akkor nem nagyon írnak ők megváltozása, tehát az élelmiszer termelési képességnek a elképesztő növelése, meg az élelmiszer fogalma is megváltozott. Tehát a nagyvárosnak a jelentősége megnőtt, és ők ezt nagyon pozitívan látják ám, azt mondják, hogy több ember, nagyobb teljesítmény. Ők abból indulnak ki, hogy az, hogy 100 000 emberből legyen 3 zseni, az ritka, elképzelhetetlen. Hogy 3 millióval legyen, az már valószínű. 30 millióban szinte szükségség vagy van. És azt jelenti, hogy a szuperintelligens, csak nagy sűrűség következtében, ez megint meggyorsítja a folyamatot. Tehát azáltal, hogy szupervárosok jönnek létre, és ezeknek nem is kell nagyon már utazni, mert mindent elintéznek a saját körzetükbe, és tulajdonképpen csak egymásra fognak kereskedni. Tehát az, ami kicsiben Olaszországban volt, ezt most én teszem hozzá, nem a szerzők,
ezek a városállamok, hogy Firenze, meg Siena, meg stb., az most, és hogy ezeknek nem kellett Itália, meg állam, mert nagyon megvoltak ők városállamként, hogy most ennek az előjeleit lehet látni, például az, hogy London máshogy szavaz, mint Anglia. Hogy fejlődik mondjuk Szingapúr, és nem tudom tovább, nem is beszél, a Lagosból Afrikában. Tehát ezek a szupervárosok, ezek a legizgalmasabb. A másik meg az, hogy az embereknek a háromnegyede 2050-ben már városokba fog élni. Tehát amit mi megértünk itt Európában, az világméretű lesz. Indiától kezdve Afrikáig így lesz. Tehát mindenütt ez lesz. Ami nálunk jelenleg egy európai jelenség, az egy világjelenség lesz. És hát az a szám azért megdöbbentett, hogy hetente 1 millió költöznek nagyvárosba. Ez egy jó hír, vagy rossz hír szerinted? Hát hír. De pedig nem fake, hanem valós hír. Na, mondtál egy pár dolgot ennek a következményeiről, de még megváltozik, ők pozitívan látják, hogy az infrastruktúrás költségek csökkenni fognak, mert egy 10 millió városnak nem kétszer annyi dolog kell mindenben, mint egy 5 milliósnak, hanem kevesebb, mint kétszer annyi. Tehát a racionalizálásabb lesz a postai szolgálat, a futásszolgálat, a föld alatti, tehát minden racionálisan. Na, tehát az egyik pozitív aspektus. A másik meg az, hogy sűrűsödik az intelligencia. Tehát akinek intellektuális igény van, a hamarabb talál, és akkor ugyanakkor persze a világhálón talál még, tehát ez egy ideig, ezt is nem, most én kötöttem össze ezt a két jelenséget, hogy elég a lakóhelyeden hamarabb találsz embereket, akikkel át tudod beszélni a jövőt, és elindulhat a fantáziát, ami régebben egyszerűen a családi struktúrás megakadályozott. Hát kisen esem emelti hazulról, 10 órán haza kellett jönni, stb. Ezek mind eltűnőben vannak, ezek a nevelési koncepciók. Ha tetszik, van ön. Ők mindent pontosnak tartanak, és a nagyvárosok szerintük fenntarthatóbbak, mint a kisvárosok. Most ez is nagyon ellenmond a Klabak Forum korábbi vélelőtőnek. Tehát az a negatív világnézet, hogy túlnépes, és stb. Ez teljesen eltűnt az ő szótárokból, és szerintem nem csak náluk. Ha a túlnépesedéstől való félelem, az szerintem megszűnt. Ott lappang valahol, de csak inkább a primitív embereknek, ezért lehet riaszgatni őket bevándorlókkal, meg stb. De az intelligens vezető réteg azt tudja, hogy erről szó sincsen. Egészen más a probléma, hol találok megfelelő mérnököt. Na, és akkor van, azt mondjanak, egy negatívot azért mondanak, hogy hát a terv szerintem történik a városírsodás. Tehát gettóképzés. Akkor a bűnözés, a betegségek, a szegénység és a környezet károk. Hát azok nőnek. Egy meleg ágya lesz a nagyváros. Kivéve meg van tervezve, csak arra nem válaszolnak, hogy kire kéne tervezni. Hát mi azt mondom egyszerűen a politikának, de hogyan jut hozzá? A politika, amikor 4 évenként kell, hogy megválasszák, képes gondolkozni 10-20 éves tálatokban? Ez megint egy olyan téma, amit ők nem kellnek, de én rendkívül fontosnak tartom, hogy mikor beszélnek a demokrácia leépüléséről, ugyanakkor pedig egyre sűrűsebb problémák vannak, ami az egész közösséget érdekli. Ami látszólag egy vállalatnak a döntés, de közben az egész város, az egész ország, az egész világot érinti. És hát ők azt mondják, hogy egy dolog biztos, hogy megindul a néptömeg. És akkor ez adja a kérdést is, ugye, hogy egy nagyon fontos témája, akkor a migráció a környének. Ez egy érdekes fordulat, de logikusan adódik az előbbiekből. Ők azt mondják, hogy 5 nagy migrációs hullám van a modern korban, tehát elmúlt 2000 évben leegyszerűsítve. Az első gazdaság és technológia gyökere, ez többször megismételett, de most egy nagyobb hullámot ért el az első világháború táján. A második az a környezeti immigráció, mert rengeteget hallunk, hogy steppésedés, hogy nem lesz elég élelem, stb. És hogy majd jönnek a menekülő afrikaiak Dél-Európába. Aztán az urbanizációs migráció, amit a legerősebbnek tartanak a három közül. De felhívják a figyelmük, és ez nekem a könyv meglepetése volt. 2 dolog, amit én nem soroltam volna a migráció témakörbe, szerintük ezek nagyobb fontosság, mint az előző 3. Ez a virtuális migráció, és az űrmigráció. Tehát űrmigrációról hallott az ember, hogy a Bezos álmodik, ahogy felmennek a Holdra, de hát
Jó, gyorsabban fog történni, mint gondoltuk, vagy lassabban, nagyjából mindegy. 10-20 év a világtörténelemben nem számít, de történik. Én azért nem látok tömeges kivándorlást, de hát tévedek, hát ki gondolta akkor, amikor Kolumbusz felfedezte, amit nem felfedezett, csak hogy partra szállt Amerikába, hogy ennek egy új világhatalom lesz a következménye. Senki nem gondolta arra. Legkevésbé a spanyolok, pláne a géniója. És mi az a virtuális migráció? Hát az még izgalmasabb. Az emberek a valóság elől elmenekülnek a virtuális, vagy ez nem csak menekülés, mint ezt szokták mondani a kultúrkritikusok, hanem van egy ilyen tribe, tehát ilyen ösztön, egy ilyen, valami hajtja az embereket, hogy ezt a szép új világot, amit már valóságban nem tudnak megtapasztalni, megtapasztalják a virtuális eszközökkel. Én ilyeneket nem használtam még, tehát nekem ez nem volt olyan élő benne, és ezért elkezdtem beszélgetni fiatalokkal. Hát itt könyvben is hoznak példákat, hogy például, ha jó, hogy egy kicsit bulváros, hogy egy valós család kis csecsemője meghalt, de közben három ilyen virtuális bébit etettek. Ez már öreg. Hogy Japánban a tinédzserek 10%-a ki sem mozdul a szobájából. Akkor mit változtatott a COVID? COVID, én azért terek a részesen a COVID-ra, amíg ők nem csak éppen nem érteni, mert előbb írtam a könyvet. Mert a COVID-ben én egy alkalmat látom, hogy ezeket a rendeket most jól átgondolni. Ez is van időnk, hát az a legnagyobb találmány, amit mondták, hogy több időnk lesz. Mit csinálnak a többi jövőben? Ha virtuális valóságban mennünk, az nem nyereség, hanem még jobban kivonulunk a valóságból. Tehát, amit én javaslok, hogy az időnek a használatát egyenként meg kell tanulnunk, és szerintem visszatérnek a nevelésre, vagy egyetemi szisztémára, de már óvodába is. Tanítani kell, mert a tömeges munkanélküliség veszély egyfelől, másfelől pedig az űr. Az, hogy mit csináljunk az a szabadidővel. Már az is probléma, hogy kulturális szempontból Európában, hogy a szombat az munkanéki nap lett. De akkor, mikor ez bejött, akkor minden dolgozó örült neki, mert akkor még elég robotoltak az emberek. De ma beszélnek háromnapos munkahétről, beszélnek 6 órás munkahétről, és ezek nem megvalósítanak utópiák, csak egyszerűen a társadalom fél tőle, mert nem esetleg képzelni, mit csinálunk a szabadidővel. Mert ha látjuk, hogy a fiatalokat térfeleknek a tengerparton, vagy város közepén is, és randalíroznak, meg stb., akkor az ember félelem fogja el. És nem is beszélve, hogy oda jönnek a úgynevezett migránsok. Azért kiderült a könyvből, hogy az nem egy kisebbség, hanem az emberiség többsége. Tehát egy szuper teszten estünk át, és szerintem hosszú vizsgáztunk. Én nem emlékszem, hogy az egész COVID alatt valaki is azt mondta, nem, mert itt az ideje, hogy elgondolkozunk a dolgokon. Hogy például beszélgessünk a virtuális innovációt. Hát a kifejezést csak a könyvből olvastam először. Én hallja az ember itt-ott, hogy a fiatal egészen is. Ők kimondták egész egyszerűen, hogy az internet az függőséget okoz. Ezt adatokkal meg stb. Alátámasztják. És hogy nem vagyunk már szabadok. Tehát a szabadság nagy álma, amit hajtogott az európai ember legalábbis több száz éve, az illúziónak bizonyult ahhoz képest, hogy te önként vállalod az ellenkezőjét. Önként és dalolva. És amit nyújtanak hozzá, az egy hormonnak, a dopaminnak a sárkentése mesterségesen. Tehát ez miért baj? Azért baj, és ez az baj a többi ilyen droggal is. Mert a dopamin az egy hormon, amely normálisan az emberi társadalomban, vagy az ígéret, tehát a bizalom a jövőben, vagy az izgalom, tehát az izgalom a például kulturálisan, sport például, vagy a felfedezés, valami újnak a felfedezése. De ezek három olyan dolgok, amit az emberiség előviszi. Itt van ez a himnusz, a fejlődés, amit ők megírnak. És közben mellékmondatban megírják, hogy hát itt van ez a hormon,
ami normális akkor termelődik, ha kockázatot vállalunk, tehát ez a vállalkozói kultúra, ami nem biztos, hogy fönnmarad. Ha jutalomra számítunk, ez megint attól függ, hogy milyenek az emberi közötti viszonyok. Jutalmazzák? Majd zsebre vágják, mint természetesen. Ez jár nekem, amit látok utóbbi évtizedekben az emberi közösségében. Például találkozás az újdonsággal. Ami azt mondta a főnököm, hogy ha nem tudok semmi ilyet mondani, a terméke mondjam azt, hogy új, mondjam. Ez még működik, hogy ami új, az jó. Hát amikor minden évben új kütyű van, új telefon, ez valamikor elveszi a varázsát, nem? És hát ugye Facebook is addiktív, mondják ők. Ez meglepő egy ilyen szerzőpárostól, nem azt jön, hogy tetszik nekik. És ugye elkezdtem gondolkozni, hogy itt van ez a technológia, mindez, amit az ember ízletet, izgalmasság, küzdelmesített, hogy ember így vízzel, az mindig felszámolódik szenvedőge. Tehát akkor miért érdemes élni? Mert a dopamin, tehát élvezetése az életet, de ha megmondják a dopamin okait tőlünk, akkor nincs miért érdemes. És mi jön, akkor helyette mű élvezet. Mű gyönyör. Mű félelem. Mű bátorság. És minden mű lesz. Hol marad az ember? És ezek az alapvető antropológiai és mondhatnám teológiai kérdések, hát erre ők nem vállalkoznak még. Arra se, hogyha a dopamin, a társadalom együttlés és együttérzés, az együttes örvendés alapja, amit valahol leírnak a könyvbe, állj meg a vedet. Ha ezt a virtuális kivándorlást teszi meg, akkor senki nincs érdeke, hogy felszámolja ezeket a fenyegető állapotokat, nem? Hát minek? Pótlom egy valami szerrel. Na ez engem ez aggaszt, hogy mindez, amit a civilizációt előre vitte, ezt most pótoljuk virtuális realitásra, tehát nem, nincs más készen modernizálni a társadalmat, jobbá tenni a dolgokat, javítani a jogrendszeren, javítani az ellátottságot, bármit javítani, ami az európai kultúrának legalábbis motorja volt az utóbbi 2-300 évben, ez most hirtelen érdektelenné válik. Nem tudom, olvastad-e a könyvet, Herbert Frankének volt egy könyve, nagyon filmesítettek minden, az Orchideák bolygója. És ez pont ebből indul ki, hogy igazából az agyat egy megfelelő módon, megfelelő helyen kell igazából csak izgalomban tartani, és akkor biztosítani azt, hogy ez történjen, ne álljon le, és akkor ez az időtlenül megy valamikor a jövőben. Na, ezt csak azért hozom, mert most mi itt ülünk, ugye mi is migráltunk most a virtuális valóságba egy kicsit, ez most ilyen... De még ilyen egy utolsó poén a könyvben. Jó, mondja. Az a bizonyos ötödik népvándorlás. A felsorolásnál ezt nem mondják, aztán végig becsempészik egy mellékfejezetbe szintén. Mi az ötödik népvándorlás? Na, ez legjobban meglepett. Főleg nem a dolog maga, mert a hallottnak persze, hanem az, hogy ezt ők népvándorlás egy fajtára tekinti. Ezt úgy nevezik metaintelligencia. Vagyis, hogy az ember és a gép kapcsolatából létrejön egy új lét, egy új élőlény, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ami az a lényege, hogy mi vagyunk a Borg. Hát a Borg eddig csak ilyen Azimov, meg ilyesmikben találkoztam. Most halás komolyan úgy tekintik, mint egy létező valóság, és ezért a könyv címe ez összekötetésben, ez figyelmeztetés. Ők nem azt mondják, hogy ilyen lehetséges, vagy megtörténet, vagy el tudjuk képzelni, hanem azt mondják, hogy ez feltartóztatatlan. Ez a feltartóztatatlan elmélet, ez persze engem emlékeztet a izére. A kommunizmus az is feltartóztatatlan volt. Csak aztán ugye még a kapitalizmus a tönk szélén állt, ők egyet tovább léptek, úgyhogy nagyot az úrbe. És ezt elmagyarázzák, mert én próbáltam megérteni, mert ezeket a fogaz, mert az nekem csak újságosan science fiction. Az olvasó évezette, de így mint ponyvák, és nem komoly könyvet.
Az agyalapú egyszemélyes tudatunkból átlépünk egy felhő alapú kollektív tudatba. Na most ezt a mondatot azért olvasok el háromszor is. Agyalapú helyett felhő alapú. Tehát az agy az mégis az embernek a része. A felhő virtuális valóság. És egyszemélyes tudatunk, tehát hogy én tudod vagyok, hogy én vagyok, és te Szabolcs vagy, ehelyett van egy kollektív tudat. Na ez már nem kivándorlás, szerintem az emberiség felszámolása. És ezt ők változatlan lelkesedéssel és ízével hozzák, és itt azért elkezdtem aggódni. Mert ezek az emberek hihetetlen befolyásosak. Ezek egy csomó think tanknek a vezetői. Tehát ők a világ irányító, intelligens kis közösségen, tudományos is közösségnek a top tagjai, tehát nem akármilyen, nem egyszerűen sikerszerzők. Ezek a regények, az a vicc az ebben a hülye embereket megfizetetik, hogy ők fizessék ki azt a fejlődést, amit nyakunkba akarnak válni. Most már kicsit tűzé vagyok kritikus. Pedig nincs is pénz. Pedig nincs is pénz, de nem is kell hozzá, ez a vicc pedig. Hát, virtuálisan csinálják minden. Na most az az érdekes, hogy a nyugat ugye az kitalálta az individualizmust. Erről szól a történet Michelangelo óta, és a Szent Ignác például pont jókor jött a Jézus társaságában, mert a középkori közösség alapú gondolkodás helyben lépett az individuát, az egyén, akinek személyes kapcsolata van Istenesítővel. Most ezt mindezt kitöröljük azért, hogy legyen egy egyesült bolygó. És tudod, ami engem meghökkentett ebbe az, hogy mikor a nagy lelki gyakorlat volt a Kanadában, az egyik szünetnapon, és szokott lenni ilyen szünetnap, amikor kicsit kilazítanak, egy amerikai nővér azt mondta, hogy be akar mutatni nagyon izgalmas filmet, és ez egy ilyen New Age film volt, ahol az emberiség a végén a földgolyót közelítették távol volt, úgy mutatott ebben, mint valami mékast, amelyik egy közösségi tudat van, és nincs már egyéni tudat. Ez most 1990-ben vagyunk, 89-ben. Hogy ez az utópia, nem beszélgetünk manapság nagyon sokat már New Age-ből, teljesen kiment a divatból beszélni róla, de itt kísért. Elnevezték Cyberspace-nek, ennek, annak, amannak, sok új nevet adtak neki, nagy fantáziával, és segítségükre siet, vagy hozzák a technológiai változást, de úgy látszik, nem adták fel a tervüket, mert a terv lényege az, hogy egy az emberiség. És akkor van egy ilyen terv, hogy az evangéliumban is, hogy mindjárt egy legyen egy Krisztusban. Most én egy picit így nem akarom, mert nem vagyok elég felkészült teológiából, így csak egy kis mezei teológus vagyok, szoktam mondani. De én szerintem ez egy ellenprojekt. Ezt minél többet olvasom ezt a könyvet, annál jobban érzem, hogy a sok triumfális és lenyűgző szép itt utópia mellett ott van valahol hátul egy olyan emberkép, amiben Isten például biztosan nincs helye. Tehát az egész egyértelmű, de minden tudó. Nincs alávetve az anyagi világnak, nem kell megtestesülnie, mert minek. Menjünk el a virtuális valóságba. Szóval én úgy gondolom, hogy ez valójában egy rejtett disztópia. És én úgy gondoltam, hogy erre fel kell hinni a figyelmet frissen, pedig is most fedeztem fel. Tehát még nem úgy fogtam bele a könyvet, meg én úgy fogtam bele, mint egy megint másik ilyen jövőbe lát a könyvet. De úgy érzem, hogy ebben, mint a kis izraeli barátom könyvében is, van egy rejtett ideológia, és hogy ez több fantom megy ez a harc. Több ilyen könyvet, gondolsz, ugye? Igen, pontosan. Hogy egyre több ilyen könyvet látok, amelyek mindegyik önmagában zseniális. Na viszont az, hogy van egy dolog, ami engem erőt adott. Jó, hogy azt mondják, hogy a technológia, idézek, exponenciális fejlődése, az egyen együtt a demonetizáció és a demokratizáció folyamat szakadatlanul zajlik. Jótékony hatás, eleve jó. Megkérdőjelezhetetlen. Tehát a kritikának nincs helye. Na ez mondjuk... Nincs dekadencia is, azt is úgy sugallja a könyv. Igen. És azt mondom, hogy nem engedhetjük át egy algoritmusnak, hogy helyettünk gondolkodjon, döntsön, és hogy a Wall Street szóra az, hogy a világ szép csendesen
csipcsendben jobb helyé válik. Pont a Wall Street Journal írja ezt. Hát már kicsit gyanúsan teszi az egészet. Viszont nekem van egy javaslatom. Az egyik az, hogy általánosan mindjárt átérek, de kezdjük az olvasóval. Én javaslom, hogy olvassuk ezt a könyvet. Miért jó, ha elolvassa valaki a könyvet? És rengeteg dolgot megértesz. Csak van egy javaslatom, hogy ne úgy olvassuk az első oldalt az utolsó, mert akkor pontosan az ő forgatókönyveket követjük. Nem? Kezdjük el a negyedik fejezettel a gyorsulás gyorsulásával. Meg kell értenünk, hogy ez mit jelent, és ez egy tényleg fenomen, hogy előttünk zajlik, hogy ez valójában mit jelent. Erre ki vagyok én téve, nem csináltok semmit. Hát, hogyha most nem beszélek a társadalomról, az egyénről, rólam és rólad. Igenis lehet. Sehol nincs elé, vagy agyon hajszoljuk magunkat, mint ezt tesztük a 20. század második felében, és a 20. század első két évtizedében. Relax! Most jön a lelki gyakorlatok korszaka. Az igény, rejtett igény még, óriási. Mert rengeteg idő föl fog szabadulni ebben új termelési és nem termelési módban, és ezt meg kell tanulni értelmesen használni. Te meg kell tanulni, hogy reflexió használ, de a reflexió az nem benned született, mert igen, a gyerekben még megvan, csak aztán az iskola rendszer kiöldi belőle, vagy az iskola rendszer arra van kitalálva, hogy az ipari társadalomnak szakmunkásokat termelje. Ezen túl nincs célja jelenleg a világ nevelési rendszerének. Most itt van a nagy cél, hogy az emberi létre, az abban való kiteljesedésre, például a művészet. Nagyon fontos lenne megint a zene és a képzőművészet és a költészet tanítás az iskolákban, még pedig nem úgy tudja bemagolni. Kit érdekel, mikor született Dürre? De hogy tudjon gyönyörködni egy Dürre képbe, vagy Bach zenébe, vagy Goethe versébe, most mutatok a német példát, mutatnám magyarul is persze. Az hetetlen fontos, mert ez nem magától értetődő. Ne felejtsük, ráadásul most már 50 éve etetnek minket ilyen anti-művészettel, amit modernnek mondanak, de ez most másik kérdés. És ha van időm reflexióra, akkor felteszek egy pár kérdést. Mit jelnek nekem konkrétan ezek a bemutatott trendek? Fogadjuk el, mondjuk, hogy ők értenek hozzá, így lesz, ha nem csinálunk semmit. Felteszem még egy jó ez nekünk? Nekem személyesen? Családomnak? A magyarságnak? Európának, az emberiségnek? Van-e alternatíva? És ha igen, mi? Vagy mik többes számban? Mik lennének azok az alternatívák? Na és akkor az a egzisztenciális kérdés, hogy mennyi szabadságot vagyok hajlamos feláldozni egy kis dopaminnél? És milyen alternatív forrásai vannak az örömnek? Egy kirándulás a Budahegyekben alternatíva még? Azért beülök egy ilyen szemüvegbe, egy karosszékbe, és akkor elfelejtettem a világot? De facto az. De van egy pillanat, amikor az emberi gondolkodás már nem teszi meg ezt a lépést, mert annyira benne van, hogy ennél csodálatosabb nincsen. És ezt alkoholistáktól kezdve dolgosokig sokan megtapasztolták, egy Rembótól kezdve, Baudelaire, az egész művészetüket befolyásolta a drog. Hát most kapunk egy szuper drogot. És nem kémia. Na, ezek az én kérdéseim. És akkor visszatérve az utolsó kérdésem, hogy az öröm alternatív forrásai. A másik ember? A szeretet? Mint módszer? Vagy Istenne talán? Na, hogyha ezt követjük, ezt a javaslatomat, és az időtől kezdve indulunk el, és úgy ágazunk szét ebben a labirintusban, vagy kis őserdőben, amit ők felkínálnak, akkor tulajdonképpen kaptunk tőlük egy jó útikalauzt. Nem ennek szánták, de ettől még lehet az. Hát én azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak is azt mondom, hogy egyik értelme, hogy az ilyen könyveket tanuljuk meg új szemmel olvasni. És új lélekkel, és új szívvel. Ebben kicsit hozzá tudtam járni, én nagyon hálás volnék, és boldog volnék. De most akkor tegyük kérdéseket, vagy te neked van még kérdésed? Igen, én javasolnám, hogyha van valakinek, amit szeretne Úrik atyától kérdezni, nyugodtan írja be a chatbe,
vagy esetleg jelezze kézfeltartással, vagy valahogy, és kapcsolja be a mikrofonját, és szóljon, hogy lenne kérdésem, tehát ami egyszerű. Én még addig ez úgy, ha készül valaki ilyesmire, addig hadd kérdezzelek téged, hogy ugye itt a Párbeszédházában vagyunk. A Párbeszédházának van egy alapvető célja, mit szeretne elérni, szolgálni, és hogy örülök, hogy a végén úgy előhoztad ezt, hogy miért került ez a könyv az asztalra. Tehát, hogy mi az, amiben egy hívő, elkötelezett katolikus embert ezt tud segíteni, mit tanulhat belőle, vagy mire vigyázzon, milyen buktatói lehetnek, hogy tényleg szabadon és kritikusan tudja olvasni, és ami inspiráció, és a hajaz az evangéliumra, vagy a Jézus tanítására, példájára, hogy az felerősíti. És ezzel kapcsolatos az, amit így behoznék, hogy ugye olvasva a könyvet, bevallom, nem az egészet olvastam el, de jelentős részét is átlapoztam, és mondom, próbáltam a szerzőket így jobban megismerni. Az utolsót olvastad? Videókon, hogy? Az utolsót olvastad? Az utolsót, igen. Azt mindenképp el kell az utolsót, mert ott azért saját magukon elég lehúzzák a leplet. Ott azért feltárulják, hogy ami ügyesen megvan szerkesztve, végén leleplezik, de nem mindenki veszi észre. Bocsánat. Ja, nem, nagyon, nagyon jó, hát azért beszélgetünk, és erre hívunk most mindenkit, még van ugye egy kb. 15 perc a meghirdetett időből. Nekem úgy eszembe jutott egy 20. század elejé misztikus orosz gondolkodó, ugye még a 17 előtti világban, mert aztán az a felszámolt egy gyönyörű hagyományt ott a gondolkozásban, ez a Nikolaj Fjodorovics Fjodorov, akit a mi rendtársunk Pierre Teilhard de Chardin is nagyon ismert és szeretett. És Chardinnek a víziója, vagy Teilhardnak a víziója az, ami nagyon állandóan bejött nekem a könyvben. Nem azért, hogy ugyanazt mondja, hanem hogy Teilhardot az evangélium alapján az az isteni szikra és a világ lélek, és ami feszíti a világot, ami igazából a motorja az evolúciónak, hogy a világ ez most egy átmeneti állapotban van Isten tervei szerint, és az embert meghívta Isten, hogy legyen munkatársa ebben, és hogy tulajdonképpen a távolságnak a kötöttségét, hogy az ember legyőzze a szellemi természetével, ugye hát az egész, meg amit most is csinálunk, ez is tulajdonképpen ennek a vágynak az egyik megvalósulása, vagy abban az irányban mutat. Ugyanígy a téridőben való mozgásnak a felgyorsulása, vagy az, hogy tehát az is, az ember szeretné, hogy az örök életet valahogy úgy megélni, hogy az egy nagy tragédia nélkül tudjon abba átlépni. De persze ezek ugye a bennünk lévő, azt gondolom, Istentől származó legmélyebb vágyak irányába mutatnak, és Teilhard de Chardin, és ez az, ami engem így meglepett a könyvben, ebben, amit te is megemlítettél, mint az ötödik migráció, ez a bizonyos túl azon a virtuális valóságba való kilépés, hogy egy ilyen felhő alapú kollektív tudat, ez a hogy ugye többféle, az ember nagyon nehezen tudja az Isten létét megérteni, a Szent Háromságos létét megérteni, egy és mégis három. De hogy tulajdonképpen nekem ebbe az irányba mutat ez a dolog, amiről itt írnak, hogy valahogy úgy lenni része egy nagyon-nagyon mély közösségben a másikkal, harmadikkal és mindenkivel, hogy én maradok, de mégis együtt egy vagyunk valamiképpen. És ugye ez a páli vízió, amire hivatkoztál a Szentírásból, hogy Krisztus a nagy helyreállító ugye eljött, hogy benne, mint főben mindeneket egyesítsen. És hogyha már mindent egyesített, és akkor ő átadja ezt mindent az atyának, és Isten lesz mindenben. Tehát, hogy valamiféleképpen az a titok, aki maga az Isten ezzel a személyes háromsággal és az egységével, hogy hát, mi valahogy rá vagyunk teremtve, rá vagyunk. Tehát én ezt, ennek egy
Hát emberi, az ember mindig egy kicsit kicsorbítja az isteni álmot, tehát, de valahogy ennek látom ebben a megnyilvánulását, ebben a kollektív felhőtudatban például. Valószínűleg tudat alatt ezért is vonz sok embert, mert benne él ez a kettősség. De két dolga vigyázik el, visszatáját, és Schaderhez visszafordulunk, hogy tényleg érdemes újraolvasni őt is ebben az összefüggésben. Isteni millió, meg ő az emberi ő aztán nagyon proféta volt, igen. Meg futurológus, szóval így gondolom. De hát egyébként az, hogy amennyire csak tudom, csak magát értelek tartom, hogy Teilhard de Chardin haláláig hűséges maradt a napi 24 óra emlékedéshez, meg a egész főtársad. Azt az időt, ami hiányok az ő modelljükben, hogy a reflexióra való időt, ezt kiiktatják. Nem tudatosan, de egyszer először fordul, hogy megkérdezzék, hogy a föl se vetik, mint az egyik. A másik pedig, hogy a szellem, ami egységet létrehozza, hogy az a Szent Lélek. Hát, ami két barátunknál, a Diamond Disséknál, nem a Szent Lélek az, ami létrehozza felhőben az egységet. Tehát ott lehet egy szubstitúció, tehát hogy az egy migráns, hogy ahogy a valóságban elmenekültünk a virtuális magyarosan, a valós Istentől is elmenekültünk a virtuális Istenig. És ebben látom beszélt, és ezt a legtöbb ember nem képes látni. Igen, ez nagyon fontos, azért is próbáltam mozgatni, hogy mit tanulhatunk, vagy mire érdemes figyelni. Tehát, hogy igazából egy önmegváltás, hogy a világ önmagában elég magának, és mikor hát nem... Igen. És egy kárhozamos dolog, egy abszurdság, de nem semmi közben. Most éppen ugye készülök, ugye ahol a csütörtökön lesz a negyedik része a Management vagy Leadership szemináriumnak, és ott a szeretet, ugye a Szent Ignácnál jobban a vezetésnek jobban kell a szeretetben bízni, mint a félelemben. Ma fogtam, beadtam azt a mondatot az interneten. Ez elképesztő dolog az internet. És látom, hogy pszichológusok egész hada erre építi fel a kurzusait, a szemináriumot, stb. De véletlenül se járulna egy is, hogy a Szent Ignác az álmod. Véletlenül se. Utalás szintjén sem. Egyszerűen nekünk rossz a copyrightom szerintem. És ezt a szembeszéd, ellapják a Szent Ignácnak az ötletét, meg se említik, hogy ez a lelki gyakorlatokból van, és akkor kezdődött ez így az európai kultúrával. Hanem tiszta ilyen pszichológus önismeret, tehát pontosan, amit mondtál, hogy Isten helyét átvesszük. Annyi felé látom ezt, két különböző téma, egyik ugye a leadership, a másik pedig mondjuk hogy hogyan akkor az emberiség jövője. És mégis ugyanazok a erővonalak jelennek meg. És szerintem ez egy gigászi nagy meccs. Az elmúlt órában úgy említetted, hogy az individuumnak a megjelenése és felerősödése, a reneszánsz és az idő, Ignác egybeesik ezzel, de hogy ez tulajdonképpen az, hogy nem hivatkoznak Ignácra, az egyfajta tudományosságnak ellentmond, de ugyanakkor ez a mit van, amit nem kaptál. Tehát ha valamit sikerült be lehetett építeni a gondolkozásba, az emberiség kultúrájába, hát ez a lényeg. Tehát most az, hogy kin keresztül... Igen, hát ezért csinálják a menedzsmentben, erről van szó. Igen. Csak jellemző, hogy bocsánat, egyetemi írásokban is. Ott viszont kéne. Igen. Akadémikus írásokban az a szabály, hogy hát normális egyetemben nem igen van, mert ugye rengeteg a plagiátus, mint tudjuk politikusainktól. De normális egyetemen visszautasítják a szakdolgozatodat, ha idézel szerzőket úgy, hogy megsemmítod a nevüket. De úgy látom, hogy ezen a téren, amit most mozgok, és kutatok, hát vagy gondolkodom inkább, hogy kutatok, ott ez a normális. Hogy veszed az idézetet, akár csak Szent Páltól is, belehelyezed a pszichológia azt mondja, hogy, és már is lehet ügyed van.
Ja. Ez csinálsz milliós izéket, ja. Szemináriókat. Lehet kérdésem? Igen, hogyne? Igen. Igen, Péter. Köszönöm. Semmi különös. Kettő vagy három. Az egyik, megemlítetted a tőzsdét, hogy megint elszervezhetten kezd működni, és ezt meg fogjuk bánni. És hát elmúlt 100 évben 2 nagy tőzsdeválság már volt. A másik, hogy tömeges munkanélküliség és éhínség együtt éhínség, az európai urbanizációval. Éhínségről nem beszéltem, csak tömeges munkanélküliség. Nem is én beszéltem, hanem a szabadság kérdezett nagyon helyesen, hogy? Igen, igen, értem, hogy nem te beszéltél, hanem a könyvvel kapcsolatban említettél ilyet. Jó, szóval... Mi a kérdésed? Vagy az észrevételed? Ezt te valahogy úgy mondtad, hogy meg fogjuk bánni ezt az eszeveszett tőzsdízést. Ez mit jelent? Hát nem biztos, hogy te fogod megbánni, meg én, de azok, akik most milliárdokat nyernek, egyik napról a másik elbe fogják veszíteni a vagyonukat, mert egy hatalmas lufi. Nagyobb lufi, mint ami kipukkadt egy pár év ezelőtt. A két lufi volt, egyik a dotcom. A dotcom ugyan jött, hogy az interneten ugye az a pont, a dot, ugye, és kom. Olyan spekulációk voltak, hogy ilyen programokra kaptak pénzt, és nem tudták elkölteni, és nem volt mire, tehát nem volt valós termőterm. A másik pedig a nyelzálló kölcsön bubble. Ezeknek a pénzügyi mechanizmusa mindig ugyanaz, de ez volt már a fekete tulipán idején, ez mindig ugyanaz a kapitalizmusban, hogy a kapzsiság arra veszi rá az embereket, hogy a nagy nyereség reményében feladják az óvatosságot, és olyan dolgokba is beruházzanak, ahol minimális garancia nincs, ahogy ez komoly. És akkor időnként például a Roosevelték ugye a 29-es válság után megszorítják a bankok kezét, hogy ne legyenek ilyen felőtlenek, de aztán jön egy új vezető, és akkor liberalizálják, ezt így hívják majd nevelemben, és eltörlik a korlátokat, és akkor csodálkoznak, hogy ugyanabba ezébe esnek bele, és akkor olyan cégek meg bele, mint Lehman, tehát ilyen ős lények is belebuknak. Az oka az mindig a kapzsiság. Ja, igen, és van még egy. Ja. Amikor mondtad, hogy például Ázsiában már 20 ilyen hatalmas város, meg egyéb, tehát mit gondolsz Kínáról? Tehát, hogy kezd Kína azért abszolút egyeduralkodó lenni a világon, képítésen utat, Amerikát ötteplálja pénze, stb. És ott azért megcsináltak egy ilyen arcfelismerő rendszer, tehát van-e még ilyen falanszter felé elmegy, és hát mindenhol Kína lesz, mert mindenki ott gyártat, tehát gyakorlatilag az egész világ magát betette Kína karmai, vagy karjaiba, vagy ölébe, hát vagy kosarába. A technológia azért emlékeztetek rá, hogy nem éppen kínai, hanem amerikai, pontosabban globális, tehát eleve nincs nemzetisége. Az 5 világ cég uralja a világpiacot, történetesen Amerikában vannak bejegyezve, mert az amerikai kormány eléggé cinkos abba, hogy minden normális amerikai céget jól megadóztatnak őket, igazából nem. Tehát ők sehol nem fizetnek adót, de ez egy másik téma. Amire ki akartál lyukadni, gondolom az, hogy a Kína, miért veszélyesebb Kína, mondjuk, mint az Egyesült Államok? Az Egyesült Államok már benn vannak a spájzban, ahogy szokták mondani. A Kínai még mindig az izén vannak a tornácon, és csöngetnek, húzogatják az izén, és várják, hogy beengedjék őket. És ez egy metafora. Lyndon LaRouche amerikai politikus, aki már meghalt közben, az évtizedeken keresztül mindig úgymond megpályázta az elnökséget, tudva, hogy nem lesz megválasztva soha, de azért, mert ez neki ingyen időt adott a televízió beszéljen. Ő beszélt már a pénzügyi krízisről, akkor, mikor még erre senki nem gondolt, a 50-es, 60-as években, mikor még burjánzott a világgazdaság. Ki megmondta, hogy a rendszer olyan, hogy ennek össze kell dőlnie. Aztán még kicsit elnapolódott a dőlés, aztán mégis bejött. Na, őnek így volt az a terve, hogy a selyemutat újra kell építeni. Amit a kínaiak csinálnak ilyenek Afrikában és Ázsiában, azt én a 70-es években olvastam ebben az amerikai folyóratban, de nem egy kínai ötlet, hanem messze gondolkodó, globálisan gondolkodó politikusoknak a terve, hogy
ránézel a földgyömbre, és a földet nem tér, lapos térképen kell nézni, mert a föld nem lapos. Hát is nyomni, rungos porra, nagyon évet mondja. Nem lapos, hanem gömbölyű. Akkor te tessék gömbön nézni. És tegnap láttam a televízióban egy filmet a Nagy Péterről, és a Nagy Péternek volt egy hatalmas földgömb, olyan nagy volt, hogy bele tudott bújni, és belül tudta nézni a csillagoseket, már az volt belül. Azért modern volt az első Péter. Egy olyan országban, ahol még le kell vágni a kupák szakállát, meg bolyával kép. Na, tehát az a nagy helyzet, hogy a geopolitikának az alapjai az nem változnak úgy, mint a trendek a piacon, meg a tőzsdén, meg a nem tudom hol. Euróázsia egy kontinens. Az, hogy valamilyen szeszélyben Európát külön kontinensnek tenni, az egy politikai, meg kulturális jelenség, de földrajzilag az nem külön kontinens, az egy félsziget. India sokkal inkább volna egy önálló kontinens, mert az is volt, csak neki ütközött, mint tudjuk, Ázsiának, és így lett aztán Himalája. Viszont ha megnézzük, hogy az Euró-Ázsia kontinens egybe kell látni, erre már a 19. században orosz és amerikai és német, és nem tudom milyen filozófusok írogattak. De például az, hogy ugyanakkor Afrika is össze van nőve ezzel a kontinensben, két szó kontinens van a világban, azért Ausztrált nem tekintek kontinensnek. Az egyik az amerikai kontinens, a másik az euróázsiai afrikai kontinens. És ezekben a tervekben, amiket olvastam meg 20 évvel, és megmutattam a kollégistáimnak, hogy kicsit előre lássanak, ott le volt írva, hogy a kínaiak hogy fogják behálózni Afrikát. Ez nem imperializmus. Hát ki más fogja? Az amerikának eszük ágában nincsen, mert az még másnak is használhat, mint amit ők. Neki jó az a rendszer, ahogy most van. Lefelőzik a rendszert, annélkül, hogy ők beruháznának. Kína csak itt tud létrejönni, nincs nyersanyag, és hát beruház. Tehát előre látható volt. Kína csak azt csinálják, hogy egy amerikai politikus 30 éve ezelőtt javasolt neki. De semmi különös nincs, ez egy normális, és az a normális, hogy Euró-Ázsia és Afrika összenő. És akkor az emberek meg gondolkodjanak, hogy milyen furcsa kontinensünk van, amikor közepén egyetlen egy kollóvá lehet visszatenni a kettőknek az összefüggését. Egy kis megemelkedik a tengerszint, aztán Amerika két kontinens lesz. Na, tehát így nézzük a dolgokat, akkor ezek a technikai dolgok nagyon izgalmasak, de együtt kell látni a két dolgot. A megváltoztatatlan vagy. Úrik atya, eljutottunk az utolsó percbe. Ez az helyes. Nekem lenne egy javaslatom, hogy tartsunk egy 30 másodperces szünetet, és úgy befele figyeljünk, hogy ez az elmúlt 75 perc, ez hol szólított meg, vagy mi az, ami úgy örülök, hogy itten végigültem, ugye, mert 30-31-en ültünk, aztán úgy gyűltünk össze, ennyien maradtunk így végig, hogy mi az, ami engem itt tartott, hogy mit viszek el, és egy szóban, ha valaki akarja mondani, vagy beírni a chatbe, azt megköszönjük, és akkor azt egy visszajelzés neked. Ugye most akkor egy 30 másodperc csönd után,